Gazdász Néptánc Együttes gála műsorán először a házigazda lépett a Flash Központ színpadára, akik kalotaszegi táncokat mutattak be. Ezzel a tánccal megalapozták a hangulatot, hiszen vastapssal ünnepelt a közönség. A Gazdász Néptánc Együttes 1957-ben alakult, az akkori Mezőgazdasági Akadémia néptáncot kedvelő hallgatóiból. Az elmúlt évtizedekben a tánccsoport sok hazai és külföldi fesztiválon szerepelt, mégis ez a gálaműsor, vagy ahogy a táncosok hívják, nagy műsor, kiemelt helyet foglal el a szívükben. Ez azért fontos az együttesnek, mert nyilván, hogy hívnak minket ugye máshova is, más fesztiválokra, és fellépünk Körmentől kezdve Kapuvárig, de itthon megmutatni magunkat az itthoni közönség előtt mindig egy külön izgalom és egy külön öröm számunkra. A teltházas előadáson a tánccsoportok a határon túli magyarok táncait mutatták be, Felvidéktől egészen Erdélyig. A gálára vendégegyüttesek is meghívást kaptak. Szerepelt a bécsi Collegium Hungaricum tánckara. De fellépett a János Somorjai Tititá néptáncegyüttes is. Az óvári gazdász mindkét együttessel jó kapcsolatot ápol, ismerettségük régre nyúlik vissza. Az együttes tervezi a régi koreográfiák felújítását, szeretné bővíteni a csapatot, hiszen folyamatosan toborozzák az új tagokat, illetve a régi táncosokat is szeretnék visszahívni. Volt olyan régi táncos is, aki ezen a gálaműsoron lépett újra színpadra. Most nyáron az együttes vezetője Mrekva Tibor hívott vissza, hogy jöjjek vissza a gazdászok közé táncolni, ami ennek örömmel tettem eleget. Sokat kellett gondolkodni? Abszolút nem. Milyen a mostani csapat a régihez képest? Mi motivált, hogy újra visszagyere? Nagyon jó most is a csapat, nagyon összetartó mindenki. Örömmel látom, hogy nagyon sok fiatal van, akik végül is a dinamikáját adják az együttesnek. A gálaest végén az összes szereplő színpadra állt, és közös tánccal köszöntek el a nézőktől. Az Óvári Gazdász Néptánc Együttes 64. évfordulójára rendezett gálaest teljes egészét hamarosan televíziónk műsorán is megnézhetik.